Igazi családi vállalkozás lett a Demokratikus Koalícióból, ugyanis Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klára vezeti a párt európai parlamenti listáját. Vendégünk a témában Ó Molnár Miklós, a Riposzt főszerkesztője. Jó reggelt kívánok! Foglalkoztatok ezzel a témával már a lapszámaitokban, a korábbiakban is. Mit szólt a DK párttagsága ehhez? Azt gondolom, hogy ők is meglepődtek. Az látható a különböző Facebook bejegyzésekből és kommentekből, hogy hát azért nem örültek egyértelműen. Ez azt a bélyeget üti a pártra, hogy egy családi vállalkozásról, sőt, mi több egy klánról van szó. Egy olyan klánról, ami már lassan 7 évtizede itt van velünk, és hát nem éppen a legnemesebb módon próbálja befolyásolni a magyar politikát. Talán nem mindenki tudja, hogy ezt a klánt egy Apró Antal nevű festősegéd alapította. Tulajdonképpen illegális kommunistaként ő azzal lett először híres Magyarországon, hogy ellopott több tonna gyümölcsöt, aztán elkapta a rendőrség, és feljelentette azt, akit ő lopta. De szóval ez az Apró Antal, ez egy elég sötét figurája a magyar történelemnek. 56-ban, amikor kitört a forradalom, például a kommunisták rábízták a forradalom leverését irányító bizottság vezetését. Aztán Kádár János meg rábízta Nagy Imre és társainak a halálra ítélését, ő vezényelte le az egész processzust, akkoriban a pesti köznyelv egyszerűen hiénának, dögevőnek titulálta, ilyen feliratokkal voltak tele a pesti házfalak. Persze folytatta, hogy úgy mondjam, a zabrálást, megszerzett a Rózsadombon egy a zsidóktól ellopott villát, mai napig ez a klán központja. Gyurcsány Ferenc ezekben az órákban itt ébred ebben a villában. De aztán igazán gazdaggá a családi vállalkozást az ő lánya, Apró Piroska tette, aki valaha Horn Gyulának volt a jobb keze. Aztán meg Megyesi Péter mellett tevékenykedett, de a klán kitalálta, hogy jobb lenne a vejüket ültetni a tróra. Tulajdonképpen így lett Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, hogy az anyósa ezt a vállalkozást ügyesen lemenedzselte. Hát most aztán teljes lesz a kép, most Apró Antal unokája is politikai pályára lép, ami azért furcsa és kicsit talán mulatságos is, mert Dobrev Klára még valamikor 2005-ben, amikor megkérdezték, hogy lenne kedve a politikához, azt mondta, hogy hát ő ehhez nagyon nem ért, és ahogy gerinc sebész se szeretne lenni, úgy politikus se. Tehát úgy látszik, közben megjött hozzá a gerinc sebészi képessége. A kommentek között lehetett talán félig tréfáson olyat is olvasni, hogy ebben az EP lista első helyben sincs semmi meglepetés, hát már a pártot is róla nevezték el, ugye a név a monogram alapján. Ezt még nem hallottam, azt hallottam, hogy a háta mögött Elenának becézik, Elena Ceausescu-ról, ugye ott is egy hasonló típusú kommunista családi vállalkozásról volt szó, amikor is Ceausescu a kedves nejét kinevezte az elnök helyettesnek, meg a Magyar Tudományos Akadémia élére, 4 általános. Román. Mit mondtam? Hogy Román Tudományos Akadémia. Román Tudományos Akadémia. Próbálták talán a magyar élére is. Beszélek. Úgyhogy nincs új a nap alatt az ilyesfajta kommunista klánok, úgy látszik, hogy velünk vannak és maradnak, de azért mégis van ebben valami tragikus, vagy tragikomikus, hogy itt Magyarországon, Európa szívében így zajlanak a dolgok. Ráadásul ugye az európai parlamenti listát fogja vezetni a klán üdvöskéje. Nem tudom, hogy nevessünk a csírjunk. Mit szóltak vajon ahhoz a DK-n belül, hogy Niedermüller Péter még a listára sem került fel azok után, hogy egy ciklust Brüsszelben töltött? A MOR megtette? A MOR megtette, ugye Niedermüller Péter szolgai módon hajtotta végre a párt utasításokat és szavazott mindig Magyarország ellen az Európai Parlamentben. Most nyilvánvaló, hogy keserű a szája íze, hiszen a klán érdekei még a párton belül hűségesen elvégzett munkát is felülírják, úgyhogy nem csoda, hogy Elenát emlegetnek most a DK-ban. Meg hogy gondolom, akkor ez a tagságon belül sem egyértelmű ez a támogatottság. Csapdában vannak, de a párt maga is egy családi vállalkozás. A pénzt hozzá elsősorban a klán, a Dobrev, Apró Gyurcsány klán üzleti bevételei biztosítják. Tehát a pénz magától a klántól jön, így hát olyan nagyon nem szabad elmondani, hogy mit gondolnak erről az egészről, hiszen akkor a párt alapjait ásnak alá. Dajcs Tamás mondott egy lehetséges megoldást ennek a miértjére. Mit mondod?
hogy tudnélik, mentelmi jogra van szükség? Még az is lehet, ugye nemrégen például kiderült, hogy az Interpol körözi Gyurcsány és Dobrev Klára egyik híres hírhet üzlettársát, egy bankárt, akit akár bankrablónak is nevezhetnénk, hiszen néhány évvel ezelőtt zsákszámra vitette ki az egyik legnagyobb szófiai bankból a pénzt. Bizonyított tény, hogy Gyurcsányék üzlettársa volt hosszú éveken keresztül, úgyhogy sok mindenre jó lehet ez a mentelmi jog. Ha már külföldi párhuzamot hoztunk, a románon túl még akár egy amerikai példát is tudunk esetleg citálni. Ugye a Clinton család. Ott végül balul ütött ki ez a családi vállalkozás. Valahogy az amerikaiak se fogadták jól, hogy az ovális irodában elkövetett huncutságok után a megcsalt asszonyt próbálják a nyakukba ültetni. Nem beszélve arról, hogy innentől kezdve ott is egyfajta klán jellege lett a dolognak. Kiderült, hogy a demokrata párti politikus nőt a Wall Street urai hátulról ugyancsak tömik pénzzel, úgyhogy nincs új a nap alatt, de akár Észak-Koreát is említhetnénk, ahol szintén családi vállalkozás hosszú évtizedek óta a politika. Dobrev Klára a kortes videójában egyértelműen az Európai Egyesült Államok mellett tette le a voksát. Ezt legalább tudjuk, hogy mi a cél. Csúlya nap alatt az egész család hosszú évtizedek óta internacionalista volt, csak a papa az internacionálit énekelte, nemzetközivé lesz az egész világ, úgyhogy ugyanazt a nótát fogják. Ráadásul lehetett olvasni olyat is, hogy az Európai Bizottság komoly megrendeléseket adott a cégüknek. Persze, hát EU ügyekben képezte ki magát már nagyon korán Dobrev Klára, egy erre hivatott kormányhivatal vezető helyettese volt, onnan vannak a brüsszeli bürokratákkal jó kapcsolatai, jó üzleti kapcsolatai. A DK-hoz befolyó bevételek közvetlenül nem egyszer Brüsszelből jönnek, úgyhogy bezárulnak a körök összenő, ami összetartozik. Egy előzetes felmérés alapján a DK-nak nagyjából egy európai parlamenti hely néz ki. Úgy tűnik, hogy ezek szerint elkelt, vagy ennyire nem egyszerű a képlet? Ennyire nem egyszerű a képlet, én még ebben az egyben sem vagyok biztos. Meglátjuk, hogy Hillary Clinton példája ismétlődik-e meg, hogy az emberek inkább nemet mondanak az ilyesfajta családi klánokra, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy egy mandátumot sem tudnak megszerezni. Az lenne csak a nagy lebőgés. És ugye 5% körül mozog a DK parlamenti küszöb környékén a legutóbbi választás alapján. Az EP választáson mire lehet számítani? Nem ugyanazok az arányok. Egy parlamenti választás sokkal nagyobb mozgósító erővel bírhat. Ráadásul egy kis pártról van szó. Úgyhogy azt gondolom, hogy Dobrev Klára nem biztos, hogy ott lesz Brüsszelben. Vagy ha nyer, és elérik ezt a küszöböt, és megkapják azt az egy szavazatot, illetve az egy voksot, vagy képviselőhelyet, akkor sem biztos, hogy ő él majd ezzel a lehetőséggel? Vagy annyira ne rohanjunk előre? Azt gondolom, hogy az ő megfuttatása a politikában, az komolyan végig van gondolva. A DK egy zsákutcában lévő párt, nem nagyon tud fejlődni, öreg komcsi káderekből tevődik össze a hívek, inkább kisebbnek mondható serege, most valamiféle vérfrissítéssel, egy hölgy bedobásával próbálkozik a Gyurcsány klán, hát ha így sikerül majd kitörni ebből a zsákutcából, majd meglátjuk. Összességében a nők politikai szerepvállalásával alig lehet problémánk, az minden esetre fura, hogy egy 4 éves kisgyerek anyukája brüsszeli munkában gondolkozik, ez a választók felé milyen üzenet lehet? Hát azért ne felejtsük el, hogy egy milliárdokat érő villából érkezik ez az anyuka, úgyhogy van néki, azt gondolom, elegendő segítsége. Nem egy átlagos magyar anyukáról van szó, aki tényleg a gyerekem elől indul el a politikában. Dobrev Klára azt gondolom, hogy nem tudja ezt a feladatot megoldani. Annyira messze van az átlag magyar anyák képétől, inkább egy klántagot, egy funkcionárius nőt láthatunk benne, mint egy magyar anyukát. Még egy befejező kérdés, azokat a hölgyeket, akiket emlegettünk, Ceausescu-nét vagy Clinton-nét, mi motiválhatta politikai szerepvállalásban? A férj árnyékából kinőni,
akár? Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon erőteljes hölgyekről van szó, akik mellett akár papucsférnek is nevezhetjük a párjukat. Szerintem a DK-ban, a apró Gyurcsány klánban mindig is inkább a hölgyek viselték a nadrágot, apró piroskától Doblev Kláráig, úgyhogy eddig is ő volt szerintem az igazi vezető, és Gyurcsány inkább csak bábként, egy ilyen kitalált figuraként működött ebben a családi politikai vállalkozásban. A többit meg meglátjuk. Köszönöm szépen!